A Pécsi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület 1993-ban alakult, Baranyában elsőként. 2011. januárjában újjászerveződött az egyesület, de továbbra is hű maradt a hagyományokhoz. Edzenek itt válogatott versenyzők, de olyanok is, akik csak a mozgás öröméért sportolnak. A Pécsi RGS-e hétvégén 21. alkalommal rendezte meg hagyományos nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyét, a Pécs kupát, melyen a házigazdákat 53 egyéni és két együttes kéziszer csapat képviselte. Ez a 21. Pécs kupa lesz. 200 versenyző, 6 országból, 18 csapat, színvonalas, mindig. Jobban örültünk volna, hogy egy kicsit későbbre tudjuk berakni, de a nemzetközi és a magyar versenynaptárhoz is igazodtunk, ezért lett egy kicsit korábban, mint a szokás. A felnőtt kategória a bezáró, és a legkisebb körülbelül 4 éves gyermektől. Franciska karika, labda és buzogány gyakorlatot mutatott be. Körülbelül ilyen 8 éve ergézek, és azért választottam ezt, mert a nővérem is ergézett, és ő válogatott volt, és ő most pedig edző. Szeretnék nyilván válogatott lenni, de igazából nem nagyon, tehát hogy az lenne a legnagyobb célom, hogy mondjuk az ilyen országos versenyeken hibátlan gyakikat tudjak csinálni. Szerintem kedvencem talán a labda, és amivel még kéne fejlődnem, az a buzogány, mert az új gyaki, és hát még annyira nem megy tökéletesen. Léna karika, labda és szabad gyakorlattal készült. 5 éve ergézem, és azért ezt a sportot választottam, mivel többféle tornát is kipróbáltam, de ezt tetszett meg a legjobban. Karika kedvenc szerem, de a labda még nem megy olyan jól, úgyhogy abban még szeretnék fejlődni. A Pécs kupán a 7 magyar klub mellett 13 külföldi egyesület is nevezett a szomszédos országokból, de érkeztek finn sportolók is. A mi egyesületünk az egyik legtöbb jó eredménnyel büszkelkedő RG klub Finnországban. 11 lányt hoztunk Pécsre, egy edző jött még velem, én pedig versenybíráskodom. Nagyon színvonalas, jól szervezett ez a pécsi verseny, és nagyon tetszik a helyszín is. Jó a zsűri asztalnál ülni, és a lányok is élvezik a versenyzést. Nekünk még van pár hetünk a versenyidőszak kezdetéig Finnországban, de attól kezdve minden hétvégén versenyzünk. A kategóriában egyéni összetett versenyben 5 arany, 5 ezüst és 3 bronzérem, B kategóriában szintén egyéni összetettben 3 arany, 6 ezüst és 5 bronzérem, B light kategóriában pedig 1 arany, 3 ezüst és 2 bronzérem volt a mérlege a pécsi RGS sportolóinak. A szerenkénti versenyekben pedig összesen 11 arany, 20 ezüst és 13 bronzérem került a házigazda egyesület versenyzői nyakába. A Pécs kupa érdekes színfoltja volt az együttes kéziszer csapatok megmérettetése, melyen a Kaposvári Egyesület gárdái versenyeztek a házigazdákkal, és ezúttal a kaposváriak bizonyultak jobbnak, így ők lettek az aranyérmesek.